Ezt a videót már nagyon régóta szerettem volna veletek megosztani, itt a házi stúdiómban, gyönyörű képek között. Elmesélem nektek, hogy én mit tanultam az elmúlt 5 hónapban, és mi az, ami pozitív hozadéka volt a koronavírusnak az elmúlt 5 hónapban, amíg ugye be volt zárva az étterem, ahol dolgoztam. 5 dolgot fogok nektek elmondani, 5 dolog, amit az elmúlt 5 hónapban tanultam. Az első és legfontosabb, megtanultam főzni, rengeteg időt töltöttem a konyhában, és kísérletezgettem. Azt tudnotok kell, hogy recepteket nem nagyon tudok követni, viszont kreálni újdonságokat, azt nagyon-nagyon szerettem. A második, megtanultam meditálni. Azt gondoltam, hogy erre nem vagyok képes, mert hogy folyamatosan gondolkodom, és nem áll meg az agyam egy percre se. Viszont most megtanultam úgy meditálni, hogy tényleg ki tudom kapcsolni az agyam egyre több időre, egyre intenzívebben, és egyre mélyebbre tudok lekerülni, amikor ugye elkezdek meditálni. Minden nehéz helyzeten és minden nehéz szituáción átsegített az elmúlt időszakban. Harmadik, kipróbáltam, hogy milyen nyugdíjasnak lenni. Nem gondoltam, és szerencsésnek tartom magam, hogy 36 évesen megtapasztalhatom, hogy milyen nyugdíjasnak lenni. Más dolgom sem volt, csak mint egy nyugdíjasnak felkelni, kigondolni, hogy mit főzzek, előkészíteni hozzá mindent, aztán elmenni egyet sétálni, aztán megfőzni, elmosogatni, délután meditálni egyet, este felé megint elmenni egyet sétálni, közben filmet nézni, olvasgatni. És megmondom őszintén, én nagyon élveztem, és alig várom, hogy elteljen ez a következő, hát röpke 30 év, hogy nyugdíjba vonulhassak. Azt éreztem, hogy minden nap annyira tartalmas volt, és annyira mindig volt valamit csinálni, hogy nem nagyon volt időm arra, hogy unatkozzak, arra, hogy elkezdjek keseregni, hogy miért nem tudok dolgozni, hogy miért van ez a helyzet, miért nem tudok utazni. Négyes, türelmet tanultam, és azt gondolom, hogy ez az idő ráébresztett arra, nem csak engem, hanem nagyon-nagyon sok embert, hogy hogyan legyünk türelmesek, és hogyan fogadjuk el azokat a dolgokat, amiket nem nagyon tudunk változtatni. Nem voltam korábban egy türelmes ember, mindent azonnal és rögtön akartam, most viszont, hát ezt megtanultam, kénytelen voltam. Ötödik, megtanultam, milyen az kutyatulajdonosnak lenni. Azt gondoltam könnyebb, megmondom őszintén, az elején azért küzdöttünk Gugával, mert hogy ugye ki kellett építeni a bizalmat, egy mentett kutyáról van szó, őt már egyszer elhagyták, most a gazdái elutaztak, és 3 hónapra most ők is elhagyták, szegény kutyának ezt fel kellett dolgoznia, nekem pedig azt, hogy ugye bármikor úgy kelek fel, hogy nincs jó kedvem, vagy egy picit inkább csak lustálkodnék egész nap, akkor ezt nem tehettem meg, mert itt volt valaki, akiről gondoskodnom kell, és ő számít rám, ő bízik bennem, ő rám van utalva, és kénytelen voltam vele foglalkozni, ami az elején nagyon nehéz volt. Tehát ennyi szeretetet én nem kaptam, nemhogy állattól, embertől se, úgyhogy Guga az bearanyozta a mindennapjaimat. Szóval erre gondoltam, hogy megosztom veletek ezt az 5 dolgot, amit én tanultam itt az elmúlt 5 hónap alatt, bezártság alatt, a Covid ideje alatt.